Köszöntöm kedves nézőinket abból az alkalomból, hogy a Dáridó udvarházadásai, amelyek eddig még sohasem lettek ismételve, most végre újra képernyőre kerülnek. Ma is emlékszem, milyen nagy izgalommal vártam a Dáridó sorozat első adását. Folyamatosan részt vettem és követtem a díszlet összeállítását, berendezését, minden apró részlete érdekelt a munkafolyamatoknak. Ennél jobban csak a zenei része érdekelt, és azok kapcsolódása a résztvevő szereplőkkel, táncosokkal kapcsolatos művészi, kollegális és személyes dolgok. Valamint állandó zenekarom a Dáridó szimpatikusok kibővítése, amelyben az alaptagok ugyanazok a mai napok. Körmendi Péter, Helfrich Ferenc koncertmester, állandó öcsém Galambos István Pisti. És a repertoár egyeztetése. Azóta több száz önálló show műsoron, Dáridó és más különböző zenei műsorok felvételén vagyok túl. De a televíziós karrierem mindenképp így és itt kezdődött. Nekem is furcsa látni önmagamat közel 40 kg-mal nagyobb súllyal. És ahogy a kollégák mondják, egy teljesen más fizimiskával, más pacekkal. A péntek esti Nagy Dáridó főbb céljai közt szerepelt új első televíziós szereplők bemutatása és menedzselése, valamint zenei hidakat építeni stílusok, műfajok és előadók között. Igen sok tehetség a Dáridónak köszönheti országos ismertségét, amelyre nagyon büszke vagyok. Persze a hagyományok tisztelete is főbb célkitűzéseink közé tartozott, és tartozik a mai napig. A mai műsorban soroksári gyökereimhez és az ott oly kedvelt szórakoztató sramli zenéhez térek vissza. Galambos Grósz nagypapám kedvenc dalával, melynek címe Gyere velem az erdőbe gyöngyvirágot szedni. Ehhez persze sváb néptánc együttes is dukált, melyet kibővített zenekarom kísért, a csoport az Újhartyánból érkezett. Aranka és Béla, azaz Földesi Judit és Kerekes József színművészek vidám jelenete is tarkították a Dáridó sokszínűségét. A csinos bűvésznő Ungár Anikó a varázsdobozból magát, majd Zámbó Jimmyt, a daloló királyt varázsolta elő. Jimmy több dallal is szerepelt a műsorban, első alkalommal szerepelt televíziós műsorban az Irigy Hónaimirigy társulat, egy Gypsy King dallal, és a TNT együttes Titkos üzenet című dalának újragondolásával, parodizálásával. Zámbó Jimmyt itt láthattuk először magyar nótát énekelni. Igazi szerenádot adott feleségének, a Te vagy nékem, az az asszony című hallgatóval. A műsor persze más meglepetéseket is tartogat. Dáridózzunk ismét együtt velem, na és persze sztár vendégeimmel. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, szép jó estét kívánok mindenkinek, itt a stúdióban és a televízió készülékek előtt. Nagyon örülök, hogy szilveszter után most újra dáridózhatunk. Először is engedjék meg, hogy bemutassam állandó zenekarunkat, a Dáridó szimpatikusokat. Zenekarvezetőn Körmendi Péter, ők minden műsorban velünk lesznek, és a műsornak fő szempontja, fő célja, hogy mindig bemutassunk valakit mai első televíziós szereplése alkalmából. Köszönjük nagy tapssal az Újhartyányi Ifjúsági Tánccsoportot! Amikor ezt a műsort összeállítottuk, nagyon sok kollégát megkértünk, nagyon sok kollégát felkértünk, és nagyon nehéz volt megszervezni. A következő dalt minden kedves kollégának küldöm, persze akinek nem inge, ne vegye magára, ez is egy ősbemutató lesz, hisz a Trink Trink Brüdelei Trink című dal, Sördalnak következik most a magyar szövege, Link Link, mindenki Link. Link Link, mindenki Link, az ígéret semmit sem ér. Link Link, mindenki Link, mondj szépet a kedvemért. Előrébb úgysem jutunk, forogva énekeld velünk tovább, hogy link, link, link a nagy világ. Köszönjük szépen! Gratulálunk az te újra! Te Béla, tessék, nekem eszembe jutott valami. Ajjaj, mondd, Aranka. Ide figyelj, azok a nők, akik ott emelgették a lábaikat a Lajcsi mellett, azok miért vannak olyan sokan? Azért, mert az egy tánckar. Tudom, mit akarsz kérdezni, édes Arankám. Azért hívják őket tánckarnak, mert nem csak a lábaikat, hanem a karjaikat is emelgetik. Megfelel a válasz? Te mondd, és ezek a nők keresnek annyit, mint az igazgatót felesége? Na mit tudom én, hogy jön ez most ide? Azért, mert a múltkor, amikor vártam rád az irodában, akkor hallottam, hogy az igazgató veszekszik a feleségével, és azt mondta neki, hogy ide figyelj, fiam, addig, amíg én fizet le, addig úgy táncolsz, ahogy én fütülök. Te mondd, az igazgatót felesége az egy táncos nő. Nem, főkönyvelő.
A főnök vette oda a vállalathoz, de most az, hogy nem hajlandó eltüntetni valami pénzügyi stiklit, ezért a főnök eltávolította. A tánckarból? Nem. A vállalattól elküldte egy nyarat. Mamájába. Hát hallottam, hogy elég csúnyán beszélt vele szegény asszony. Hogy éli azt? Hát hogy éli azt? Meg nagyon boldog volt. Hát régóta vágyott oda. A mamájába? Oda. Béla, hogy te milyen disznó vagy, én most 5 számon keresztül nem is beszélek rólad. Benne vagyok, Aranka. Most egy varázslatos bűvésznő következik, a legvonzóbb, a legszimpatikusabb, Ungár Anikó. Gyere vissza hozzánk, légy szíves! Gratulálunk, varázslatos volt Ungár Anikó produkciója. Mi volt, Anikó, az a kérés, amit mondjuk a legextrénebb, legkülönlegesebb volt hozzád, mint bűvésznő? Nagyon banális. Pénzt varázsoljak. Sok pénzről volt szó, vagy azt szeretnék volna, hogy nagyon sokat? Gondolod, ha valaki pénzről beszél, kevésre gondol. Mit kérnénk mondjuk, ha mi azt kérnénk, hogy varázsolj nekünk egy királyt? Tudnál ilyet varázsolni? Egy húsvér királyt? Egy húsvér királyt, igen. De maradhat a szakmámba? Maradhat. Oké. Okay. Jöhet.
átvirrasztott éjszakát. Száz el nem mondott szó, most már ez vagyok én. Egy süllyedő hajó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most egy olyan dalt szeretnék elénekelni, amit nagyon sokszor elénekeltem. Nem is olyan régen írtam. Viszont úgy, hogy televízió, meg általában közönség, és hogy ez mind összejön, hogy a nejem is itt legyen közöttünk, és végül is mindenki előtt neked tudom énekelni. Egyszer megjavulok én. Oh,
Régóta meg akartam kérdezni tőled, mit szólsz a parodiákhoz, és egyáltalán ahhoz, hogyha parodizálnak valakit? Hát tulajdonképpen nem vagyok egy sértődékeny ember. És van egy elvem erre a parodiáról, hogyha valaki valamit elér abban az országban, ahol él, és esetleg még jól is csinálja, hadd legyek az életemben egyszer szerény, én úgy érzem, hogy nagyon jól csinálom. Akkor talán még öröm is, hogyha ez így működik, hogy esetleg parodiát csinálnak a számodból. Vagy... Tehát tulajdonképpen nem zavarna az, hogyha parodizálnának. Egyáltalán nem. Na most egy olyan együttes következik, aki sok parodiát feldolgozott, sok együttest feldolgozott, a Gypsy King magyarországi helytartója, az Irigy Hónai Mirigy.
parketzol. Jako ajle itt a Béla, kankol jár a vakkerol. Nyisd a buksza, mit vagy malé, de lázzál le két rúgó. Csalogat a kreolgár, egy bimbó, mint a kátogó. Kajlam, hajlam, van ma rajtam, kajlam, hajlam, ott páré. Jaj, mi suker ez a gáné, halljat meg kolompámé. A vér a degla nincsen lé, a lovas verda nagyon tré. Gratulálunk a Los Aluliáros együttesnek egyébként. Hogy válasszátok ki az áldozataitokat? Hát először epilálok. Hát az, az igazság, hogy a mi áldozataink azok a legnagyobb sztárok Magyarországon, és hát meg egy kicsit külföldön is. És igazából csak úgy tudjuk kiválasztani, hogy egyéniség legyen, jelenség legyen, és baromi jó hangja legyen. Például Jimmy-t kiválasztottatok-e már? Hogy kérdezzem meg? Hát Jimmy-t nem mertük még egész nótába feldolgozni, mert olyan hangja van, hogy azt 3 percig egyfolytában nem nagyon lehet utánozni, de betűzdeltük őt, mint vendégművészt egy-két nótánkba. Hát reméljük, hogy jól sikerült, és állítólag meg se sértődött. Ebben az esetben, amikor például valakinek felhasználjátok a dalát, vagy paródia készül róla, leegyeztetitek, megbeszélitek, vagy hogy történik ez? Igen, ez egy nagyon fontos momentum, mert mindenkitől engedélyt kell kérni arra, hogy a nevét, a dalát és a fazonját használjuk. Ezért kérünk mindenkitől írásbeli engedélyt, és hát a legtöbben, akik a lemezeinken szerepelnek, meg is adták. Mi következik most? Az az igazság, hogy a TNT-től egy olyan nótát választottunk ki, amiből te is szerepelsz, mint példakép. Következzen TNT-től a titkos üzenet. Köszönöm. Büszkés üvegek, szerte széjjel, egy presszóval zenülsz, minden éjjel, most megáll az íz, hogy jár a két keze, Sramlit játszol éppen. Yeah.
Tessék, szívem. Eszembe jutott valami. Ajjaj, mondd, Aranka. Ugye paródiát csinálni csak nagyon okos emberek tudnak. Igen, Aranka. Akkor az irigy hónai mirigy az nagyon okos, igaz? Ezt most miért kérdezed? Jaj, Béla drágám, hát nézzél körül, annyi szép és annyi okos ember van itt. Te most mondd meg igazán, a szépeket vagy az okosakat szereted jobban? Én egyiket sem. Én téged szeretlek, Aranka. Pedig én most nagyon okos vagyok. Igen. Beiratkoztam egy tanfolyamra, elhatároztam, hogy én megtanulok autót vezetni. Na, és hogy megy a dolog? Na, nagyon jó. Az utcák már lassan kezdenek úgy kanyarodni, ahogy én fordulok. És képzeld, csak elsőre át is mentem ám. Hát mentél a vizsgán? Egy csukott sorompon. Képzeld, az oktatóm azt mondja, hogy a válások legfőbb oka az az, hogy az asszony összetöri a kocsit. Nem, Aranka. Nem az a válások legfőbb oka. Na, nem, akkor micsoda? A válások legfőbb oka a házasság. Amióta a férfiakat lehozta a fáról az evolúció, azóta csak házas emberek válnak el. A férfiakat az evolúció hozta le a fáról? És akkor mi hozta le a nőket? Valószínűleg a gravitáció. De Béla, én ezt most nem értem, ezt magyarázom. Hallgass, majd utána elmondom. A madár dolog. Szebb ott az arany kalásznál, most is a szívem csak arra jár. Hiling alam, szólt a harag, boldogságom határtalan. Nincs a dorozsmai határban, de sok kis pacsirta madárka van. Sok kis pacsirt a madárka van. Sok kis pacsirt a madár dolog. Nincs szebb ott az arany kalásznál, most is a szívem csak arra jár. Egérénk alam, szólt a harag, boldogságom határban. Nincs a dorozsmai határban, de sok kis pacsirt a madárka van. Sok kis pacsirt a madárka van.
szolid néni a bácsárban csuhalja, macsutötötör a hátára csuhalja. A macsúba szén a szalma, így ment a lili néni a bácsárban csuhalja. A macsúba szén meg a szalma, úgy ment a lili néni a bácsárban csuhalja. Csak ment a nagy ujjában csuhalja, mondtam nekem, hogy piszkáljam ki, én meg bele-bele nyomtam neki, de csuhajra. Mondtam nekem, hogy piszkáljam ki, én meg bele-bele nyomtam neki, de csuhajra. Nagyon szépen köszönöm. Remélem jó hangulatba hozott mindenkit Lidi néni. És Jimmy itt van még köztünk. Énekelni is fog. Jimmyként sírni volna jó. Miért van így,
ha nem vagy velem, milyen az élet? Nem tudom, ami volt, miért lesz emlék, s a kérdésem miért nem felel. Úgy teszünk, mintha nem tudnánk véget, együtt várjuk a múltat. Vissza már sosem tér. Nagyon-nagyon szépen. Köszönöm. Most hadd légy egy picit ismét önző, és hadd énekeljek újból nejemnek, gyermekeim anyjának. Dal címe, ugye nem bántad meg? Itt vagy, my love, pár hosszú éve. Már nem harcolunk, csak együtt vagyunk, ugye megérte? Itt vagy, my love, és nincs széjjel tépen. Mi mögötted áll, és feladtad már, ha sírtál is érte, ugye megérte? Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg, hogy jobb volna máshol.